Hello, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Így néznék ki, hogyha nem borotválkoztam volna kb. Egy hónapja vagy kettő. Amúgy borotválkoztam, ez csak egy applikáció, csak gondoltam, hogy kipróbálom és ezzel kezdem a videót. Van több ilyen arc, amit ki tudsz próbálni, ilyen megcseréli, nem azt megcseréli az arcodat, hanem rárak az arcodra, például ezt nézd. Most ilyen öreg ember lettem, ilyen... Majdnem. Aztán van ilyen, ez nem is tudom micsoda. Ez valami állat. Elég vicces mondjuk. Szervusz Lukasz, hogy nézek ki? Én akarom már! Most olyan lett a kezed! Aztán oda nézzel, hogy nézek ki. Én is akarom! Várjál! Rá kell rakni a fejedre. Úgyhogy ennyit a hülyeskedésben, ami ugye ez egy applikáció volt a telefonomon, pár nap ezzel találtam, és hogy mi az applikációnak a neve, ha megtalálom, majd megmutatom. Amúgy sok ilyen applikáció van, biztos, hogy Androidra is, iPhone-ra is, én ezt egy tök véletlen találtam csak, úgyhogy gondoltam, hogy kipróbálom, és így kezdem a mai videót. Van, ki tudod cserélni az arcodat öreg emberre, hogy láttátok Supermanre, meg Bohócra, mindenféle fajta dologra. Amúgy, ahogy látjátok, itt van a Davis, és képzeld el, beverte a fejét. Ott, látod, egy kicsit ilyen zöldes lilás most már, nem máshol, mint a hűtő sarkába, ugyanis képzeld el, futott, neki futott a feleségemnek, mert futott be a konyhába, a feleségem lábáról meg visszament a hűtőnek a sarkába, ugyanis a feleségem pakolta a hűtőbe, a Davis befutott és beverte. Ugye kicsit csúnya a feje, elég sírt azért a Davis, ugye biztos, hogy ott nagyon fájt neki, de most már nem annyira érzékeny. Amúgy jelenleg, mutatom, jön az eső onnét arról, kezd sötétedni. Hoppá! Amúgy jó idő van, nincs olyan túl meleg, nincs olyan túl hideg, pont olyan jó. Jelenleg nem más csinálunk, mint hazaértem a munkából. Menjünk, megnézzünk egy házat kívülről, amit valószínűleg belül nem fogunk megnézni, én azt hiszem, de kívülről megnézzük, aztán ki tudja, holnap reggel lesz amúgy nyitva. Képzeld el, ugye aki nézi a videóimat, most egy ideje tudja, hogy néha van gondom az arcomban. Ki is húzottam már kettő fogamat egy-két évvel ezelőtt, mert azt hittem, hogy a fogamtól fáj az arcom, de nem attól, hanem a ez fáj, minek hívják ezt a arcüreg? Azt hiszem arcüregnek hívják, az fáj, ugyanis allergiás vagyok. Most az időszak, én azt hiszem, hogy valamire nagyon allergiás vagyok, és tegnap előtte én nem bírtam fönt lenni, annyira fáj, folytak a könnyeim. Úgyhogy most elkezdtem fújni, van egy ilyen sprém az orromra, azt fújom, veszek be rá gyógyszert, ma egy picit jobb, nem 100%-os, így most jön meg megy. Néha rettentően fáj, úgyhogy folyik a könnyem, és utána hirtelen meg elmegy, és semmi bajom. Jelenleg, ahogy látjátok, most semmi bajom nincsen, úgyhogy ezért gondoltam, hogy gyorsan elkezdem a videót, hogyha lesz bajom, akkor meg majd megállítom a videót, és azt ugye nem veszem fel. Ugyanis csak jó dolgokat veszek fel, mert a videókkal próbálok pozitív dolgokról beszélni, megmutatni nektek, és azt nem akarom megmutatni, hogy folyik a könnyem, és nagyon fáj, ugyanis hogyha nagyon fáj, akkor nem tudok megmoccani, csak nem akarok. Na mire? Megyünk! Készen vagyunk, elindulunk. Ja, mi? Ja, adjuk a Davisnek meg a foga fáj ott. Úgyhogy ez a hét, ez ilyen fájós hét. A Davis a pancsillát eszi a fogára, én meg azt a másik gyógyszert. Amúgy menjünk a fodrászhoz, vagy ma, vagy holnap, nem. És nézgettük hajstílusokat. Nem, én nem kérem azt már. Nem ilyet akarsz? Na várjál, mindjárt fókuszál a kamera. Valami ilyesmit látod? Ez... Nem tudom, melyiket akartad, melyiket, azt a piros hajút, vagy azt a másik? Semmilyen már! Más, akkor milyen hajat akarsz? Nem tudom, adjuk nekem. Nem tudod. Akkor oda megyünk a fodrászhoz, és azt mondjuk, hogy valami hajat akarunk, de nem tudjuk, hogy miért. Na mindegy, húzzuk a cipőnket, Davis, húzzuk a cipőnket, és elindulunk, mert sose fogunk odaérni. Amúgy el kell mennem, kell vennem borítékot, ugyanis fel kell adnom a szerencsés nyertesnek a kulcstartót, a képeslapot. Hol van? Oda! Valamit néz a Davis. Azt fogom ma délután megtenni, ha ma nem is adom fel, de ma kell vennem borítékot, amiben bele tudom rakni. Távirányító! Elfelejtettük elrakni a távirányítót. Elindultunk közben, képzeld el, esett az eső, meg el is állt. Mutatom. Esett, és most nem esik. Egy nagy zápor jött arra, mint a tisztulna az ég. És ilyen zápor volt, mindjárt elérünk ez a házhoz. Nem tudom, megnézzük együtt. Néztem a képeket, belülről nem rossz, de kívülről néztem képeket. Kívülről nem a legjobb. És a képeken képzeld el, van egy nagy fa a ház előtt, és tele volt madár, vagy pedig ilyen denevér kakival mindenhol az autó, ami volt a fényképen, és nem tudom, én az automat ugye mindig belakom a garázsba, van egy beállású garázs, de nem tudom, a ház előtt nem szeretném, hogy ilyen madár kaki lenne mindig, de megnézzük, hogy új volt-e a kép, lehet, hogy régi volt, vagy én nem tudom, na már közbe fordulok.
ez a ház. Látjátok? Ja, nem a legszebb kívülről. Amúgy a képeken itt volt nagyon sok madárka, hogy ide feltakarították. Itt ez a fa. Lehet, hogy erről. Nem tudom, egy garázs van, végülis az emeleten van az egész hát, az olyan csak, nem tudom, egy szoba van, amit nem használsz valószínű, ugyanis mindent fönt van. Ez ilyen dobozokat lehet oda alulra inkább rakni, én azt mondanám. Meg egy garázs, meg van egy udvar, ilyen sarki ház amúgy. Úgyhogy, nem tudom, ha meglátjuk. Kívülről nem a legszebb, én azt mondom, bár a madárt azt feltakarították. Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok, a fejem kezd fájni errefelé, nem is a fejem, inkább a fogom, mert most nyomja a fogamat. Vettem egy ilyen gyógyszert, talán most kezd majd jobb lenni. Amúgy az eső jön meg, megy, képzeld el. Látod, kezd lemenni a nap. Mit csináltunk? Elmentünk a postára, vettem borítékot, csak közben itt játszanak a Davis meg a Lucas, ahogy látjátok, mennek be a szobába, hozzá, hogy ugrálni. Vettem borítékot, vettem többet, ugyanis általában szoktam menni többet, legalább egy 4-5 darabot, főleg, hogyha ugye van valami ilyen nyeremény játék, de valami jött, akkor veszek többet, és nem kell mindig árulni. A héten fel fogom adni, ugye a szerencsés nyertesnek az ajándékot, ugyanis ugye megkaptam a címét. Aztán, nem tudom, hogy mondtam el, vagy nem, de ugye beadtuk a papírokat erre a házra, amit mutattam nektek a hétvégén, amit felütöttek, hogy ilyen nagyon új volt, nagyon szép volt, és nem csak mi, de már kaptam egy SMS-t, gyorsan megnézem. Ingatlan! Most küldött egy SMS-t, hogy holnap reggel akkor megyünk-e megnézni, vagy nem. Mondtuk, hogy nem. Mit akartam mondani? Ja, ugye arra a házra, az új házra, amit lefilmeztem nektek szemüveggel, és rajtunk kívül 3-an vagy 4-en beadták, azt mondta az ingatlanos. Eddig még senki nem kapta meg, képzeld el, ugyanis most mi van? Nálunk most már szerda van, pénteken adtuk be, ugye? Benn vannak a papírok, azt mondták, jó, minden, de a tulajdonos nyaralt, és őnek kell eldönteni, hogy ki kapja meg, mi, vagy a másik 3 vagy 2 közül ugye valaki, attól függ. Tehát azt mondta az ingatlanos, hogy fogalma nincs, hogy mikor jönnek vissza, vagy mikor szólnak vissza, úgyhogy ha akarunk, keresünk más, mert ugye lehet, hogy nem mi kaptuk meg, ki tudja. Tehát vagy. Úgyhogy erre nagyon nem várunk, még van pontosan 1 hetünk, ugyanis jövő héten csütörtökön itt lent kell szólni, hogy maradunk, vagy megyünk. Tehát, nem tudom, ti mit gondoltok? Maradni kéne egy 6 hónapot, vagy elmenni akár mivel? Nem, ugyanis nem tudjuk, hogy mit csináljunk. Annyit gondolkodunk rajta minden egyes percbe, és nézzük a házakat, meg mindent. Meg ezt a sorozatot kijött, nem tudom, láttátok a Prison Break-nek az 5. évadnak az első része. Nem tudom Magyarországon ezt hogy hívják, de én szoktam nézni. Na mire? Arról beszéltem, hogy nem tudom, hogy mit csináljuk, hogy maradjunk ugye, vagy elköltözzünk. Hiszitek vagy nem? Nem tudom, emlékeztek rá erre a $440 ház, erre a sötétre, amit mutattam még az első házak között, és ilyen bukon nyitott az ablak, volt rajt rács ugye. Az összes közül, kivéve amit mutattam nektek a vadonatúj közül, az volt a legnormálisabb ház. Kivéve, hogy ugye volt egy pár problémája, de tisztaságra meg mindenre hiszitek vagy nem, akárhányat megnéztünk, az volt a legnormálisabb. De oda ugye nagyon nem akarunk beköltözni, úgyhogy nem tudjuk, hogy mit csináljunk. Úgyhogy gondoljátok, írjátok meg, ti mit csinálnátok? Maradnátok, vagy elköltöznétek egy olyan házba, ami nem a legjobb ugye, de... ez van. Nem tudom. Ha egy hét alatt valami nem jön fel, és nem találunk, akkor én azt hiszem, hogy maradni fogunk. Legalábbis én azt hiszem. Aztán most nem más fog csinálni, mint felrakom, várjál, kapcsolunk itt valahol villanyt. Felrakom tölteni ezt a hajvágót, és úgy beszéltük meg a Lucasszel, hogy én fogom neki levágni, mert elmentük a fodrászhoz, és sokan voltak az egy dolog, ugye, hogy sokan voltak, de mondtam, hogy leviszünk legközelebb, de azt mondta, hogy nem akarja minden nap csinálgatni a haját, úgyis mondtam neki, hogy ha megcsinálja a fodrász, ugye valami stílust, vagy valamit csinál bele, minden nap reggel ezt meg kell neked csinálni, hogy úgy álljon, amikor eljössz a fodrásztól. És azt mondta, hogy ő azt nem akarja, ő ilyen rövidebb hajat akar inkább, mint ami volt neki régen, olyan, mint az enyém, csak hosszabb. Mondta neki, azt én is meg tudom csinálni, itthon le tudom várni, az ugye nem kell várni a fodrászra, vagy holnap után visszamenni. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy a Lucas haját, képzeld el, levágjuk. Nem én beszéltem rá, még mielőtt valaki azt mondja, hogy én beszéltem rá. Én nem beszéltem rá. Én mondtam neki, ez a te döntésed, azt csinálsz, amit akarsz, azt mondta, vágjuk, és én vágom. Mit akartam? Tölteni. Feltöltjük ezt a masinát. Amúgy oda néz, látod? Olyan üresek vagyunk már, hogy kipakoltunk.
Itt a végén most meg tudod, mit kell csinálni, vissza kipakolni a dobozokból, meg mindenből, vissza a helyére mindent. Üres, minden üres, hol a annyíró? Sehol. Hol tűnt a annyíró? Most meg kell kérdezni a feleségemet, hol van a annyíró. Megtaláltam, bent volt a szekrénybe. Úgyhogy bepakoltunk, most meg lehet, hogy kipakolunk. Egy fél évre megint lehet, hogy csak maradunk. Ha csak, ahogy mondtam, valamit nem találunk, vagy be nem költözünk egy olyanba, ami nem a legjobb, de ez van. Kivéve persze, hogy addig ki nem adták a lakásunkat. Ugyanis ugye már küldtek, mikor egy hónapja ezelőtt egy papírt, hogy maradunk-e vagy nem, akkor itt szóba mondtuk, hogy mi nem maradunk, mert majd valószínűleg soha találunk valamit. Azt mondták, semmi gond, csak előtt azért szóljuk, hogy pontos, ugye mikor akarunk kimenni, hogyha egy kicsit tovább akarunk maradni, egy hét vagy kettő, mindahogy lejár a szerződésünk, vagy nem. De én remélem, hogy nem találtak senkit, ugyanis csak megnézte volna a lakást ez az illető, hogyha ki akarja venni, ugye. Na minden, töltődik. Látod, belugtam, körülbelül egy ilyen 5-10 percig feltöltődik, vagy fél óra, és levágjuk a Lucas haját. De, ha ma nem is, ugyanis nem tudom, mit fogunk csinálni, kezd egy kicsit késleni 6 óra, akkor holnap biztos. Megnézzük, hogy mit csinálnak itt bent hátul a szobába. Na, szervusz! Mi a helyzet? Mi van a kezedbe? Az én nem tudom. Az a játék a hajóhoz. Tudom, mint a Davis csinapál? Mit? Tett a szájában, visszatette azt, és csak kivette. Miért? Csak így ment. Csak kijött. Olyan, mint kijött a foga. Hogy nem húzogatjuk, akkor add ide. Au, add ide. Bocsi. Au, ja, au, ezt elrakjuk a zsebembe. Mit csinálsz te? Hoppá, nézd, mi van a kezemben. Nem más, mint ez a... Szép! Ugyanis nem más csinál, mint hajat vágunk. Na menjél, Lucas, készülj el, aztán a legrövidebbre, ami csak létezik, letoljuk neked. Arra várunk. Na, bezárták az ajtót, ugyanis bement a WC-re. Várok, hogy lerakjuk ezt a széket. Nem a legrövidebbre, a leghosszabbra. Te hova mész? Nem, a téret nem vágjuk le. De menjél vissza, ugyanis a Davis azzal vacsorázik. Hova mész? Hagyjad a Lucas most. Készen vagyunk! Mármint nem a hajvágással, hanem a Lucas itt ül, bevizesszük a hajadat, aztán meg levágjuk. Rendben? Valószínűleg 22-essel fők vágjon, a legeslegjobban ezt meg éppen. Ja, nem 21-essel, az oldal, ez a tetej, az oldalát pedig 19-en vagy valami, ahol meglátjuk. Amíg megálltam a kamerát, bevizesszük a hajadat, aztán mutatjuk a végeredményt. Ez a Lucas haja most. Ahogy látjátok, ilyen hosszúkás. És te látod, hogy lesz olyan... Ha nekem lesz olyan 15 perc, de neked lesz nem is egy. Egy másodperc. Ja. Ennyi. Figyelj, csatintok az ujjammal, és mire így csatintok az ujjammal, addig a Lucas fel kész lesz. Ezt figyelj. Egy, kettő, három. Na mi lett a Lucas haja? Na mi lett a hajad szerinted? Rövidebb lett az biztos. Én azt mondom, hogy jobban néz így ki. Az előbb olyan, amikor növesztetted, nem... Á, nem kell az az imó, most tudjuk. Most tudjuk. Nem kell az az imó haj. Nem, és miért változott meg a véleményed, hogy nem akarsz ilyen hajat többet? Én mondtam, vagy én mondtam? Már nekem ilyen haj, én nem csináltam egyetlen olyan sok hónapnak, csak én nem is tudom... Ja, a potyára növesztetted, de én mondtam, vagy nem én mondtam, hogy vágjad le. Én mondtam, vagy én erről tettem, hogy vágjuk le a hajadat. Te igaziból mondtad! Én tudom, hogy mondtam, de nem én mondtam, hogy Lucas most meg levágjuk a hajadat, mert ez a te döntésed volt, ugye? Ja. Rendben van. Csak még miatt azt mondják majd nekem, hogy te rád erőltetted a gyerekre, hogy én levágassa haját. Nem erőltettem rá. Nem hónapokig növesztetted, vagyis hónapokig növesztetted potyára. Te vágtad én is! Véletlen volt, egy véletlen megütöttem a Lucas-t a kezem. Te ütöttél én is, megkapjuk az Xbox, mikor csináltam. Mindegy, erre most egy zselét kell rakni a tetejére, és... Nem, lemegy. Bután nézek, hogyha lenyalod. Ne nyaljad le, hát! Nem? Na minden. Szervusz! Most meg fogunk vacsorázni, a Davis elment fürödni, úgyhogy ezt a mai videót itt most befejezem. Ezek a hétköznapi videók ugye nem tudom, hogy érdekesek annyira, mint a hétvégén, mikor megyünk valahol, vagy nem.
de ezeket csináljuk ugye hétköznap. Úgyhogy lehet, hogy a jövőben gondolkodtam rajta, hogy hetente csak 2 videó lesz hétvégenként, majd meglátjuk. Majd meglátjuk, ugyanis nem tudom, hogy lesz ez a költözés, meg mi más, minden, hogy alakul, de ugye valami jött, mikor, nem december, április 15-től, akkor kezdődik a húsvéti szünet, ugye? Legalábbis húsvét akkor lesz. Akkor indul minden egyes szombaton, ami nem most szombat, hanem jövő hét szombat, igen, jövő hét szombat. Jól elment ez a húsvét, vagy ez az év, majd itt a húsvét, ugye? És lehet, hogy onnéntól csak heti 2 videó lesz. Ma meglátjuk, lehet, hogy nem, lehet, hogy igen, ma meglátjátok. Tehát mi mindig nem tudjuk, ha költözünk, vagy nem költözünk. Úgyhogy mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézzük, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!